református istentisztelet, képviselőtestületi ülés, három emeletet árnyékol be a szőlő, tömegverekedés Szolnokon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 17-én 18 óra 5 perckor. Református istentiszteletre várta a híveket a nagy templomban nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, aki a gyülekezet előtt hirdette az igét. Urunk, áldj meg minket, adj jó előmenetelt a lélek dolgában, a gondolkodásunkban, a gyülekezeti közösség megélésében. Szeress minket nagyon, hogy mi is kimutathassuk irántad hatalmas szeretetünket. Megváltásodért, megtartó kegyelmedért, életünk útmutatásáért, azért, hogy magyarok vagyunk keresztjének, és számunkra a vasárnap szent. Hallgass meg alázatos könyörgésünket, és tedd áldottá és boldoggá ezt a mostani vasárnapi alkalmat. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves karcagi testvéreket, és egyúttal hagy tolmácsoljam a kisújszállási református gyülekezet és a presbitérium szívélyes üdvözletét is, és külön köszönöm esperes úrnak, hogy meghívott erre a mai szolgálatra. Pontosabban majdnem, hogy családi szolgálat ez, hiszen engem egy igei szolgálatra kért fel, Péter fiamat pedig néhány orgonadarab előadására, és hát természetesen a feleségem, gyermekünk édesanyja is itt van velünk, hiszen így teljes a mi családunk. Dicsérjétek az Urat, mondja felszólító jelleggel a Zsoltár írója. Úgy gondolom, hogy a Zsoltárok könyve egy nagyon fontos szerepet tölt be a mi életünkben, hiszen a régi nyelvezetünk alapján az énekes könyvünk, amelynek az első 150 éneke a Zsoltárok, a népi nyelvünkön csak Zsoltároknak szoktuk hívni, és amikor valaki a kis fekete énekes könyvén megjelent, akkor azt mondták, hogy hozta magával a Zsoltárát. Pedig dicséretek és hitvalló énekek is vannak benne. És főleg az idősebb nemzedék az elmondhatója annak, hogy milyen sokszor használták ezeket az énekeket imádságként. Nem kell megfogalmazni magamban bonyolult teológiai gondolatokat, ki kell nyitnom a Zsoltárok könyvét, el kell olvassam egy gyönyörű szép Zsoltárt, és a maga nemes egyszerűségében ott van előttem minden. Nem véletlen, hogy a Zsoltárok könyve a héber költészet és a héber szellemi életnek is az egyik legszebb, és talán leghosszabb ránk maradott emléke. Dávid királytól teljesen Ezékielig terjed, mint egy 300 évet felülelően a Zsoltárok időszaka. És tudjuk azt, hogy a 150 Zsoltárból 73-at maga Dávid király írt, a többi pedig a feliratok szerint más szerzők tollából származik. Mi is a Zsoltárok könyve? A Zsoltárok könyve az imádat könyve. Az emberi lélek kinyílása. Kedves egybegyűltek, mennyi és mennyi dolog megfordul a mi fejünkbe. Tele vagyunk kétséggel, tele vagyunk fájdalommal. Nincs közöttünk olyan, aki ne hordozna valamilyen testi problémát. Megsebzett a lelkünk, bizonytalan a jövendőnk, félünk sok mindentől. Ugyanakkor örömeink, sikereink is vannak. Hálaadás is van a szívünkben. És mindezeket megfogalmazza a Zsoltárok könyve. Mindezeket megfogalmazták a Zsoltárok írói. A jót és a rosszat, az örömet, a hálát, a levertséget, a fájdalmat, a félelmet, és még sorolhatnánk a sok-sok emberi tulajdonságot és tényezőt. És én hiszem azt, hogy a Zsoltár egy válasz. Isten megszólítja az embert, és az ember lelke válaszol a megszólításra. Vagy fájdalmasan, vagy reménykedve, vagy hálát adva, vagy éppen sírva és könyörögve.
Uram, segíts meg! Soros ülést tartott Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. A testületi ülés elején Szepesi Tibor polgármester a Karcagvárosi önkormányzat nevében köszöntötte Tutné Szucsáki Hajnal Ildikót, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda tanárát, aki nemrégiben református nagykunságért pedagógiai díjban részesült. A polgármester gratulált a díjhoz, és a továbbiakban is eredményes munkát és jó egészséget kívánt. Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője vette át június 29-én az óvodának odaítélt elismerés a kiválóságért bronzfokozatát. Ebből az alkalomból Szepesi Tibor városvezető virágcsokorral köszönte meg az intézmény vezető eddigi munkáját. A továbbiakban a városvezetés Nagyné László Erzsébetet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatóját köszöntötte, aki a Kunhegyes város egészségügyi és szociális szolgáltatásért díjban részesült. A polgármester, valamint a képviselőtestület köszöntötte Huba Imre Csabát, akit június 16-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldöttsége ismételten megválasztotta elnökének. Őt követte Huba Imre Csabáné, aki Sárközi Péter emlékérmet vehetett át a biokultúrában, a biodinamikus gazdálkodásban végzett kimagasló tevékenységéért. A városvezetés minden díjazottnak megköszönte áldozatos munkáját, valamint jó egészséget kívánt. Ezt követően a polgármesteri hivatal nyugdíjba vonuló munkatársait köszöntötte. A polgármester virágcsokorral köszönte meg Kompanekné Sánta Mária, Csiszárné Takács Erika és Kuruc Magdolna lelkiismeretes munkáját és nyugdíjas éveikhez jó egészséget kívánt. Egyhangulag került elfogadásra a javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására. Ez a módosítás elsősorban a jogszabályi kötelezettségeket tartalmazta. Karcagi Nagy Zoltán, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke részletezte a jelentősebb tételeket, majd elemezte a kiadási és bevételi oldal adatait. Szólt a pályázati források felhasználásáról, a változtatásokról, az előirányzatok közötti átcsoportosításokról is. Dr. Kanász Nagy László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalta a javaslattervezetet, amelyet a bizottság egyhangulag elfogadott. Megszavazták a képviselők a javaslatot a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 19/2021 7.-9. önkormányzati rendelet módosításáról. Ebben a napirendi pontban a térítési díjak változásáról esett szó, amelyet az energiaárak ingadozása nagy mértékben befolyásol. Elfogadták a képviselők a javaslat a Karcag 6.932/4 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának megváltoztatására. A képviselőtestület egyhangulag fogadta el a következő napi rendi pontot, Karcagvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 23/2012 10.-16. önkormányzati rendelet módosításáról. A képviselők támogatták a beszámolót a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról. Egybehangzóan elfogadta a testület a tájékoztatót a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről. A napirendi pont elsősorban a koronavírus járvány időszakában történt nehezített munkavégzésről szólt. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy kimagasló az a teljesítmény, amelyet ez a társulás kistérségi szinten végzett. Nem csak a városban, hanem a környező településekkel együttműködve,
A képviselő szólt arról is, hogy fontos ez az ellátórendszer, amelyre minden közösségnek szüksége van, kiváló szakemberekkel, valamint megfelelő iránymutatással együttesen. Egyhangulag került elfogadásra az a javaslat, amely a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igényléséről szólt. Elfogadták a képviselők a javaslat a Városi Költségvetési Intézmények érdekegyeztető fórumának létrehozásáról szóló 302/2019 12.-19. határozat módosítását. A képviselőtestület megszavazta azt a javaslatot, amely az önkormányzati főtanácsadói munkakör létrehozásáról rendelkezik. Egybehangzóan elfogadásra került a javaslat a Nagykun Víz és Csatornamű Kft.-vel, Karcag belterület 2859/4 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződés megkötésére. Megszavazták a javaslat a 2023. évi Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra és a pályázathoz költségvetési előirányzat biztosítására. Ahogyan dr. Pintér Zoltán Árpád képviselő hozzászólásában elmondta, ez a napi rend egy folyamatosan meglévő ösztöndíjprogramot részletez, amely az arra rászorulókat támogatja. A testület egybehangzóan döntött a Madarász Imre Egyesített Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról. Ez a pont az intézményi változásokat taglalta. Megszavazták a javaslatot a Karcag-Kisújszállási út 47 szám alatt található, harmadik számú önkormányzati bérlakás pályázat útján történő bérbeadására. A képviselőtestület elfogadta a javaslatot a Karcag Gépgyár utca 7296-os helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről. A képviselőtestület egybehangzóan szavazott, a javaslat a Karcag Laktanya út 1 szám alatt található 5376/16 helyrajzi számú ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítéséről. A polgármester elmondta, fontos Karcagnak, hogy ebben a kérdésben megfelelő megállapodás szülessen, hiszen a Kft. Számos karcagi családnak ad munkát, ezáltal biztosít megélhetést. Megszavazták a javaslatot a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató épület felújítására igényelhető támogatásra. A városvezető elmondta, hogy kiemelten fontos a település számára ez a pályázat, hiszen a város olyan épületeit menti meg az utókor számára, amely igazán egyedi építészeti értéket képvisel. A képviselőtestület döntött a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A továbbiakban a napirendi pontok megtárgyalása zárt körben zajlott. Sokan csodájára járnak Szolnokon annak a társasháznak, melynek falán hatalmas szőlőtőke tör magasba, behálózva több emeletnyi lakásárkét. 40 éve ültettek egyetlen tőszőlőt, ma pedig már egy szolnoki társasház tucatnyi erkélyét hálózza be, a lakók pedig nagyon örülnek az általa adott árnyéknak, és persze a finom szőlőnek. A legalsó házban élő hölgy telepítette, talán ennek 30 éve is van. Amikor innen költöztem, akkor már akkor szép volt nagyon, és egyszerűen 20 évvel ezelőtt valaki éjszaka brahiból elvágta a tövénél. Itt lent, tehát ilyen derék magasságban. És aztán kipusztult, de ugyanonnan gyönyörű szépen kihajtott. És tehát megőrizte ugyanazt a formáját, és 20 év alatt gyönyörű szépé varázsolódott. Nagyon finom a szőlője is egyébként. Hiszem háromfajta, ez oltvány egyébként, tehát háromféle szőlő van összeoltva, és akkor különböző helyeken különböző termés van. Majdnem teljes, három szintet hálóznak be a levelei. Hogy ez nyáron a nap ellen a legjobb. Hát ugye télen nincs rajta levél, de nyáron ez teljes mértékben befedi a erkélyeket, úgyhogy nem is kell nekik semmiféle redőny meg egyéb. A lakók elmondása szerint még a 80-as évek elején döntött úgy az egyik lenti lakó, hogy az erkélye alá ültet egy tőkét, egy olasz fajtájú szőlőből, a Krisztus véréből. Ez a szőlő nagyjából az épület építésével egy időszakban lett ültetve, 1980 környékén. Ez az egy tőke, ami itt van, ez fut fel egészen itt a második emeletig. Ez egy olasz származású szőlő, piros színű, kevés neki a cukorfoka,
tulajdonképpen, akik ezt használták, ezt a szőlőt bor készítéséhez, elsősorban színezőanyagnak használják, mert kevés a cukorfoka. Ezt mi azért az őslakók azért rakták ide le, hogy árnyékot csinál a napsütés ellen, port lefogja, esetlegesen az ajt is lefogja. Nem a termése véget van, ezt hozzá szeretném tenni, ez a szőlő. A másik oldalban is van, szintén hasonló, a túloldalon a sarkon. Hát túlnyomó részt én gondozom. Alig 2-3 év kellett, hogy már egy szinttel feljebb kapaszkodjon, 5 év múlva pedig már a 3. emelet lakói is örülhettek a friss hajtásoknak. Két csoport szólakozott össze, legalább 20 ember ütötte-vágta egymást, voltak, akiket a földön is rúgdostak. A balhé úgy indult, hogy az egyik társaság odaszólt a másiknak, hogy legyenek szívesek arrébb állni az autójukkal, mert elállják az utat. Az egyik megtámadott vásárló rokona így nyilatkozott az incidensről. A tankolás után szeretett volna eltávozni a helyszínről, a helyszín kijáratát többen csoportosan autókkal elállták, és szólt oda nekik, hogy megkérte őket normálisan, hogy menjenek arrébb. Erre szót követett, hogy ők nem mennek arrébb, ki lennél te. A unokatestvérem is odaszólt, hogy ezt nem kéne így beszélni, ő csak megkértelek titeket, hogy álljatok félre. És erre az egyik srác oda ment és megütötte. Erre az unokatestvérem beült az autójába, és fölhívta az édesapukáját, hogy menjenek már oda, tegyenek rendet. Egy 60 éves idős emberről beszélünk, aki gerinc és láb problémával él, sajnos fáj a lába és a gerince. Oda mentek, hogy megbeszéljék, hogy nyilván egy idősebbre hallgata, a másik fél is úgy voltak vele, a fiatalabbik fél is, és azt mondta az unokatestvéremnek, a sértetnek, hogy öregeket hívtál magad után. Meg se tudott szólalni az idős ember, azonnal megütötték és a földön rugdosták. Ebből kifolyólag indult el a verekedés, a csoportos verekedés, és egy emberre, ahogy a videó felvételen is látszik, egy emberre 15-20-an szaladtak rá, a földön rúgták a fejét. A szóváltás követően tömegverekedés alakult ki a két csoport között. A tömegverekedésnek rendőri intézkedés vetett véget. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!